Az erkély is teljesen kiégett a losárdi lakótelep egyik bérházában. A második emeleten lévő lakásban, ahol a tűzeset történt, egy idős hölgy lakott. Őt sajnos már nem tudták kimenteni az épületből. Hiába értek a sátoraljaújhelyi tűzoltók percek alatt a helyszínre, a tragédiát nem tudták megakadályozni. Egy három emeletes társasház második emeleti lakásának szobája és a hozzátartozó terasz borult lángokba a sátoraljaújhelyi losárdi Zsuzsanna utcában. Április 23-án kora reggel. A káresethez a helyi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik az épületből 20 embert menekítettek ki, miközben egy vízsugárral és kéziszerszámokkal a tüzet eloltották. A lángok a szomszédos lakásokra nem terjedtek át, azonban a tűzesettel érintett helyiség teraszán egy ember életét vesztette. Az esettel kapcsolatban tűzvizsgálati eljárás indult. A hajnali tűzesethez érkező rendőrök, tűzoltók mindenkit kitereltek a lakásból. Szerencsére az ijedelmen kívül másnak nem esett baja. A szomszédos lépcsőházban lakó is a hatalmas zajra és tűzre ébredt fel. Nagyon megrázta az eset. Reggel 5 óra előtt 10 perccel arra ébredtem, hogy hatalmas robbanás volt. Azt hittem, hogy valami autók ütköztek össze. Gyorsan kiszaladtam a konyhaablakba, kinéztem, és a szemben lévő házról láttam, hogy tűz. Kinyitottam a konyhaablakot, és kinéztem, és a szomszéd házba, a mellettünk lévő lépcsőházban, a velünk egy szinten lévő emeleten kint állt a néni, és már égett a ruhája meg a haja, és kiabált, hogy ég a hajam, és utána láttam, hogy összeesik, és hatalmas tűzlángok jöttek ki, csaptak ki a ablakon. A tűzeloltása után még órákig helyszíneltek a szakemberek, kutatták a tűzokát. Az ott élők elmondása szerint az idős hölgy erős dohányos volt, szerintük azért keletkezett a tűz. Az esetet a szakemberek még vizsgálják.